Kodály Zoltán dalajátékát 1926. október 16-án a Magyar Színház ünnepének napján mutatták be először az Operaházban. Kodály Zoltán Hány János című dalajátékát anyanyelvünk legszebb népdalait zenésítette meg. Garai János Hopsikos című műve alapján Paulini Béla és Kassányi Zsolt szövegműve pedig összefoglalja egy gyönyörű dalokat. A világon minden nép kincsként őrzi, büszkén tanítja gyermekeinek saját nemzetének értékeit. A magyarság zenei kultúrákon nem csak hallgatója, hanem örököse is. Az örökséget átvenni, ápolni mindannyian kötelessége. A zeneszerző a számunkra is legfontosabb érzéseket szólaltatja meg. A ragaszkodást a magyarsághoz és a szülőföldhöz, hűségét a családunkhoz és a szerelmünkhoz. Kezdődjön hát a mese. A nagyapori csárdában Hári János az Hopsikos katona, Vörös Bori szogatása mellett meseli ifjúkori őstetteit, cimboráit. Thank you.
ideg. Szabadon vagyunk, a gond is fel is fölkenkestül a
Nem is itt a földrengés, hanem engedés. De hát az már mindegy. Taszítottam egyet a házakból. Hát én erős embert még nem láttam. Ó, erre indik el a gond megoldódott. Adjon már ebből a borgót, nehogy aztán kiszáradjak, ott kiszorít fel a telet.
sem mesélsz. Thank you.
kertjét, egész kisvárosáját. Tudod, hogy fontos dolgot fogom, akkor az füledre súgom. Hadd gondos békivel, látja milyen nagy dologban vagyok, meg kell etetni magam.
Fogták a helységes
házasságot. Hálálló végig jöttem utána, álkodomra keresztül. Azt hittem szenvedsz a csatában. Éjjel a szomjazból, fejtől ölelésre vállalkozva. Hát most már látom, mi az igazság. Na, virágszem a zsibet. Mit mondtam én neked? Talán nem is kellett nekem ide lenni. Most nem hiányzok én itt, azt már látom. Van már egy külön őszem, hogy rámom. Nagyon is külön. Helyegyele, hogy én feladtam a csillagosség. Ej, már te butus! Mit gondolsz róla? Megjelent a csatát, és azt ünnepeljük. Gyere ide a kedvemet, hagyd szorongosanak meg. Felség, nézze, tél már észre. Kezdem elég lenni, nekünk Bécsbe kell menni. Maradok, nagyon is maradok. János, nem szeretett téged senkit, mint én. Kaptál te édesanyától engedelmet, hogy ide gyere? Nem is kértem. Akkor rögtön papasz és mész vissza. Én. Nem is én, de azonnal. Egyik lábad itt, a másik ott. Hát pedig felség, én itt maradok, ha megharagszik is. Velem lesz te szembe szállni, te béka! Ennyi ma! Ne csúfolódik, felség, hallgass már nőzse, majd én eligazítom. Most pedig drága Jánosom, megyünk Bécs városába. Megyünk. Thank you.
Őrzse, amikor meghallja a házasság hírét, szintén elszomorodik. Most már tényleg elveszíti az ő egyetlen szerelmét. Ki tudna ellenállni a császári címnek és a császár gyönyörű lányát? Thank you.
őrbe, végső elkeseredésében hazaindult nagyon magunkra. János gyorsan utána szaladt és megcsókolta. Elővette zsebéből az opsitot és a végleges katonai elbocsát levelet. És aztán mi volt? Na, hogy most fejezze be a történetet, amikor a lényegünk. Szép történet volt, ne csigázzon már minket. Még egy kukica volt ide, átlóira neked a nyelvet. Jól van, emberek, befejezem én, csak hagyják. Na hát végre megérkeztünk Nagyobonyba, lakni csak tudni. Tehát ezt kellett is kitalálhatnák volna. Tudom lehet, hogy a zsics, hiszen éppen átélte, akárcsak én, de szegény végén meghalt. Nem tartom, hisz tudja, azt az élő és a hold, nincs hol vitéz a földön, mint az öreg hári volt. Thank you.